A Somogy megyei Gálosván született, 1959-ben Kaposváron diplomázott, majd ugyanebben az esztendőben Pakson a Vakbottyán gimnáziumban kezdett magyart és történelmet tanítani. A középiskolában 40 évig állt a katedrán, pályafutása egyes szakaszában az intézmény igazgató helyettesi pozícióját is ellátta. Emellett könyveket írt, valamint szakfelügyelői és érettségi elnöki feladatokat is végzett. A sokoldalúságáról és egyéni tanítási módszeréről ismert Gálosi Jánost 80. születésnapja alkalmából köszöntötték a Vakbottyán gimnázium egykori és jelenlegi pedagógusai. Az eseményt az iskola könyvtárában tartották a jelenlegi diákok közreműködésével. És mégis, ma is, így is, örökké megnyitad az élet. Csendesen adja két kézzel a reggelt és a délután, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyózöld hullámát, egy emberi szempár vízfilmét, a magát és a lármát. 1959-ben került Paksra, személyembe és mi 41-en az osztályába jártunk, nem elsőtől, másodikos korunktól vitt, tehát a kötődés az alma materhoz, a tanárúrnak, és velünk, amikor már másodikos volt, együtt haladtunk. Mit ad Isten, jó pár évben később visszakerültem a Vakbottyán gimnáziumba, a kollégák lettünk, együtt tanítottunk. Szabó Péter kettős minőségében volt jelen a rendezvényen. Paks alpolgármestere, Gálosi tanárúr egykori diákjaként is köszöntötte a kerek évfordulót ünneplő pedagógust. Fogadja nagyon sok szeretettel a város nevében, polgármester úr nevében és a Paksváros önkormányzata nevében ezt a kis szerény ajándékot 80. születésnapja alkalmából. Nagyon szépen, köszönöm. És lélekkel. És csak nem viszontlátásként most találkozunk azóta, hosszú idő óta. Igen. Hadd gratuláljak. Köszönöm szépen. Az új munkakra. Köszönöm. Szerencsét. Köszönöm, tanár úr. Mondhatjuk szigorú tanárnak a tanárulat, de mindemellett természetesen nagyon kedves volt, és nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy megszerettesse a diákokkal akár az irodalmat, akár a történelmet, mert mellette természetesen történelem tanár is volt. Igen, és azt is mindenki tudja, hogy volt egy sajátságos értékelési rendszere és módszere, ez a pontozásos rendszer, és aztán össze kellett adni. Tehát nagyon érdekes tanár egyéniség volt, mindenféle tekintetben, módszereit tekintve, tanítási módszereit, értékelési módszereit tekintve. A kaposvári táncsígyba érettségiztem, az ottani tanáraim példáját követtem javarészt. Ők is szigorúak voltak, én is az ő példájukon nyomukba jártam, úgy döntöttem, hogy... Hát aztán az ember nyilvánvaló, hogy hozzátette maga személyiségéből is ezt-azt. Meg hát folyton azt szoktam mondani, hogy a nevelés két oldalú. Mi neveljük a gyerekeket, azok meg bennünket. Mi is formálódunk velük együtt, ahogy alakul a sorsunk. Az ünnepség és az ajándékok átadását követően kötetlen beszélgetés kezdődött nosztalgikus hangulatban. A következő nagy eseményt is már szervezi Mittler József. Májusban az 55 éves érettségi találkozóra invitálja egykori gimnáziumi osztálytársait és osztályfőnökét, Gálosi János tanárurat.